Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Ez itt a hétvégi tarotüzenet szeptember 14-ére és 15-ére. Ha viszont valaki szeretné minden nap hallgatni a napi tarotüzeneteket, akkor tud csatlakozni a csatornatagságomhoz, úgy, ahogy ezt már nagyon sokan megtették, nekik ezt külön köszönöm. Nézzük, hogy milyen lapokat kapunk, nézzük, hogy a hét összes napjára kihúzott napi tarotüzenetben, amiben ugye azt láttuk, hogy én központuság, hogy fontos vagyok én, fontos vagyok az én dolgom, és azt hogyan tudjuk megvalósítani, hogyan tudunk maximálisan a saját javunkra dolgozni, és a saját dolgunkra, malmunkra hajtani a vizet. Gyakorlatilag erre abszolút választ kaptunk a hétfőtől péntekig tartó folyamatban. Most viszont nézzük meg, hogy a hétvégéhez kapcsolódóan mit tudunk tenni azért az ügyért, hogy esetleg tényleg most már a habot rátehessük a tortára, sőt, a habra még egy kis szórócukrot, meg egy kis kandírozott gyümölcsöt is tegyünk. No, a hold, a mérték és a válaszút lapokkal, ugye ezek az alaptendenciák, ne felejtsük el, hogy ezek a lapok a hét során eddig folyamatosan kijöttek nekünk. A hold többször is, a mértékkel is találkoztunk, de a válaszút az, ugye az akasztott mellett a válaszút volt az, ami szintén újra, meg újra, meg újra előkerült valamilyen formában a mindennapokban. És azt gondolom, hogy sokan megkérdőjelezhetik azt egyébként nap-napot követve három ilyen lappal, hogy létezhet öröm ezen a bolygón anélkül, hogy ez egyenlő mértékű lenne azzal, hogy ugye ne szülessen valamilyen fájdalom is az örömmel szemben. Pedig én azt gondolom, hogy igen. Tehát itt van az, hogy tegyük félre azt az illúziót, hogy mindig kell valami rossznak, negatívnak történnie, mert tulajdonképpen itt a mérték és itt a válaszút, hogy választhatunk egy jobb létet. Választhatjuk azt, hogy kilépünk az illúziókból, és az abszolút valós tényekkel szembesülve nem azt látjuk, hogy minden rossz, hanem azt látjuk, hogy minden jó, minden örömteli, és igenis lássuk meg az apró, pici morzsákat, amik a jó csillogását hozzák magukkal, és gyakorlatilag ebben a hétvégében, ebben a két napban azt gondolom, hogy amikor elmúlik az éjszaka, és elkezd följönni a nap, válaszutat kínál számunkra azzal kapcsolatban, hogy optimistán éljük meg ezt a hétvégét, vagy siránkozunk, bármin, ami éppen eszünkbe jut, felejtsük el a siránkozást, mert ha csak ugye megnézzük az elmúlt 5 nap kihúzott tarónlapjait, akkor azt láttuk, hogy siránkozni nincs ok. Persze, csinálhatunk magunknak galibát, de ne ezen dolgozzunk, hanem dolgozzunk azon, hogy az elmúlt napokban nagyon jó alaptendenciákat hogyan tudjuk a továbbiakban is a magunk javára fordítani. És egyébként a toronylap az, amivel szerintem ezen a héten még nem találkoztunk a napi kirakásokban. Az uralkodóval egyszer igen, és talán az uralkodónővel sem feltétlenül, viszont ha ezt a 6 lapot egybeveszem, akkor azt gondolom, hogy bennünk van a motiváció. Nyilván a környezet megpróbálja sokszor bennünk legyűrni a motivációt, az elhivatottságot, az inspirációt, és tulajdonképpen, amit ugye az egész hét során hajtogattam, hogy legelőször azt kell megnézni, hogy mit tehetünk meg önmagunkért, itt és most. Miben tudunk fejlődni, hogyan tudunk egy kicsit edzettebbé válni, mert hogy az élet minket megtanított már meglehetősen sok mindenre, de nem mindegy, hogy a megszerzett tapasztalatokból kiindulva, azt toljuk előtérbe, ami rossz, ami negatív, ami hátrányos, vagy azt toljuk előtérbe, a rossz, negatív, hátrányos helyett, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amiben jók vagyunk, mi az, ami fejleszt minket, mi az, ami által sokkal jobbá tehetjük ezt a hétvégét. És igenis az uralkodó és az uralkodó nő, sőt itt ugye visszautal a válaszút lapra az, hogy minden nehéz út az első lépéssel kezdődik, és szerintem itt sokan az elmúlt 5 napi tarózenetre visszagondolva sokan megtettetek sok-sok lépést, de itt van az a pont, az uralkodónő és a válaszúttal, hogy most a hétvégén meg aztán végképp tehettek egy hatalmas nagy lépést. Hogyan megtaláljuk az egyensúlyt, hogyan önmagunkban nézünk, nyugodtan megkérdőjelezhetünk bizonyos dolgokat, hogy azok kellenek-e nekünk, akár emberekről legyen szó, akár élethelyzetekről legyen szó, és egyetlen egy nagyon fontos üzenetem van, tegyél meg egy borzasztó fontos lépést önmagadért ezen a hétvégén, nem másokért,
Ne a férjedért, ne a feleségedért, ne a szüleidért, ne a gyerekeidért, ne a barátaidért, ne a kollégákért, ne a cégnek az előmeneteléért, hanem kicsit önző módon, önnön magadért. És akkor tulajdonképpen nem tudsz hibás irányba haladni. Remélem, hogy mindenkinek jó üzenetet tartalmazott ez a kirakás, és ha csak egy mondatot, két mondatot, vagy az egészet viszitek magatokkal, és tudjátok a saját hasznotokra fordítani, akkor én annak nagyon örülök. Legyetek szívesek, bátran nyomjatok egy like gombot, vagy írjatok egy olyat, hogy igen, tetszett, sokat segített, vagy lehetne másképp is, mert fejlődni én is csak abból tudok, hogy kapok megfelelő visszajelzéseket. Legyen nagyon szép hétvégétek!